Sziasztok! Újabb darunk videóval jelentkezünk most nektek. Már nagyon-nagyon vártuk, mert úgy imádjuk csinálni. Tényleg beleszerelmesedtünk ebbe az eszképjátékba. Bocsánat, csak sokkot kaptam, hogy nem mondtuk, hogy csillaszt vagyok, én pedig Lúca. Ja, akkor kezdjük arra? Én így. Sziasztok, Csész vagyok. Én pedig Lúca. És újra a The Room játékkal jelentkezünk nektek, már annyira vártuk, mert imádunk vele játszani. Nagyon-nagyon-nagyon beleszerettünk. Hogyha nem láttátok az első két részt, akkor kattintsatok ide, csináltunk neki egy playlistet. Kattintsatok oda. Az első pecséten túl vagyunk, és beszeretnénk jutni abba a dobozba nagyon, úgyhogy ebben a részben a második pecsétet fogjuk feltörni. Ha borzasztó jól haladunk, akkor esetleg a harmadikat is, de az előzőből kiindulva valószínűleg csak a másodikig fogunk eljutni. Szóval ne is húzzuk az időt, nézzük a játékot. Ó, itt valami valahonnan előjött. Egy hatalmas láda. Igen, de nem... Jaj, ez abból a... Ez nem tudom miért nyílt ki, gondolom, hogy azért, mert az elsőt... Ó, ez lesz. Gondolom azért nyílt ki, mert az elsőt kinyitottuk. És ugye itt van ez a... Jaj, ez volt a trája. Itt egy kis nót. Na, ilyet már láttam. Igen, de ez szerintem az aláírása. Ja, és akkor itt vannak a kitépet lapok, mert az ugye 1/7 volt. Na nézzük akkor május 8-át. Szóval McAllister visszatért. Azzal, amit Egyiptomban rabolt. Valami baromi fontos hatszögű jel. Ami így megjelenik mindenfelé. Most így megtanultuk, hogy ezt a hatszögletű szimbólumot, vagyis hát, hogy ennek a hatszögletű szimbólumnak van köze. Na nézzük meg, hát ha látunk valamit a szemüveggel. Ó, így biztos lehet majd valamit csinálni, hogy mindjárt akkor nézzük meg, csak most körbenézek, hogy a szemüveggel látunk-e valamit. Alá nem tudok menni. Na nézzük, szerintem ezt itt le tudjuk egyszerűen nyitni, vagy ezt nem tudjuk fel... Ja, hogy... Hú, de fura kis izék vannak itt. És nem lehet őket mozgatni. Ezek így valahogy állnak, de... Jegyezzük meg a háromszögeket. Alul semmi, fordítva semmi. Fordítva. Hát, majd hogyha szükség lesz rá, akkor nézzük meg, szerintem úgy egyszerűbb, és jó. Ide való szerintem ez a kulcs. Most megint nem? Hát. És akkor ezzel tudunk valamit kezdeni itt. Ezek én nagyon nem szeretnek engem. Ezt adjuk fel. De hát itt van az hát, a... Hát ha oda, vagy mi ez itt. Ezt kéne húzni, nem? Nem nyílik! Úgy tűnik, nem! És ide nem tudjuk belemni ezt a kulcsot? Ez már... ez se. Nagyon zavar, hogy ez a... Itt ilyen hiú reményeket keltenek bennem. Aha, hiányzik belőle valami. Valami darab hiányzik. És hát körbenéztünk össze-vissza. De nem találtunk. Ha itt van a switch. Nem is tudjuk már visszakapcsolni. Itt semmit nem tudtunk megmozgatni? Nem, itt csak... Semmi nem akar mozogni. Csak körbe-körbe tudjuk mozgatni. Jó, abból hiányzik valami. Tehát mit kezdünk ezzel a kulcssal? Ami igazából szerintem nem kulcs. Hát megpróbálhatjuk, hogy itt valamire működik-e, de úgy tűnik, hogy itt sem. És esetleg mondjuk itt bármire, ezt hát itt se tudjuk felhasználni semmire. Na jó, én azt mondom, nézzünk meg egy kulcsot. Okay. Igen. Hát mi is ezen gondolkodunk, hogy ezek itt vajon micsodák. Te várjál? Nézd! Ó, ez is olyan... Ki kell egyenlíteni? Mi? Ez arra... Hoppá! Ez arra forog, hogy forgatjuk. Látod? Aha. Ó, de szép. Jó. Akkor egyesével kell megcsinálni őket. Egyesével be kell őket forgatni. Várjál. Ez zöld alakul. Csak mi? Oké. Jó, akkor legyen a felső. Szuper. Na megvan, ez az a szimbólum, ugye? Hatszögletű tút. Ó. Azt a... Jó. Jó, és most mi történt? Ó. Ebben már jó a kulcs? Nagyon remélem. Ó, végre.
Aha. Ah, és ez nyitotta ki ezt az izét. Oh. Egy újabb kulcs. Van még kulcsjukunk amúgy? Hát ez összes, amiben eddig belepróbáltad tenni a nagyot. Nem, ez. Ez van még. Nézd. A csillag azt tudjuk már, a csillag azt tudjuk már, hogy hova való. Egy kulcsjuk, ráadásul. Vizsgáljuk meg a csillagot? Jó, de gyönyörű. Na jó, tegyük be oda a tetejébe. Okay. Na, megtaláltuk a harmadik lapot. Júni 21. Az már túl van az én szülinapomon egy héttel. Azt mondja, ez az emberiség történetének legfontosabb dátuma. Húristen. Most már érdekel, hogy mi ez a null element egyébként. Itt valamelyik egy kulcsot fog kopni, tuti. Hol kell ezt fordítani? És mert hogy ezt ide kéne rakni? Nem akarja. Valamit ezzel kéne csinálni? Hát szerintem azt még nem lehet. Mit kaptunk még? Hát igazából ilyen. Jó, ezekkel semmit nem tudunk csinálni. Ez a note. Ó, ő arany. De se tudunk semmit csinálni. Jó, ezt a gyűrűt szerintem rakjuk rá az oldalára. Milyen gyűrűt? Hát ezt, amit találtunk. Oldalára? A doboznak. A szemszimbólumhoz mondjuk. Aha. Vagy ide. Vagy valahol. Pedig meg ide is. Nem. Oh-oh. Akkor hova? Jaj, ide. Nem áll. Ide. Ja, aha, here is a list. Jajaj. Ú, ez valami... Jaj, nem, ez egy szép, tudod? Ja. Tehát, hogy így, az, amikor elkezdenek kinyílni... Ne. Aha, akkor egy-kettő az még jó, a harmadik az már nem. Egy-kettő, megy vissza. Nem, a harmadik is kimegy, és akkor innen ja. Kell vissza. Uh-huh. Jó. Ó, aha, jó. Akkor egy, kettő, három. Egyet vissza. Aj, csak annyira nehéz forgatni. Tök könnyű így. Egy, kettő, három. Egy. Jó. Tudja, hogy ki fog velünk. Meg fog szivatni minket. Nem. Király. Így működik egy szép. Now what? Hát, két ujjjel. Ja, az nem hülyeség. Okay. Hú, ez tudjuk is, hogy hova való. Itt volt? Ide, ugye? Legalábbis reméljük. Nem! Oké. Okay. Akkor nézzük meg, milyen alakú. Igen. Ja, oké. Nem, egyel vissza. Nem, itt erre vissza. Ez? Aha. Ah, tényleg. Mi? Present Miért? Akkor a felsője nem stimmelt még. Aha, ez nem stimmelt, csak a bal oldala ilyen karos. Ja. Aha, így. Aha. Kaptam, mit kaptam? Ez megint oda a csillagos helyhez való. Vagy nem oda. Nem, itt ebbe a bigyóba, nem? Nem. Szerintem oda le. Ja. Nem, tudod mi ez? Az, amit annyira akartam, hogy működjön, de nem működött. Ah, végre. Ez most így jó lesz. Kinyitottuk a másodikat? Yes! Oké. Bacsi! Ez az, meg vagyunk a második pecséttel is. Ah, de izgalmas! Hú,
borzasztó boldog vagyok, hogy ilyen hatékonyan meg tudtok oldani. Akkor legközelebb folytatjuk a harmadikkal, és az azt jelenti, hogy ki fog nyílni ez a szép. És vajon mit találunk benne? Szerintetek mit találunk benne? De ha tudjátok, ne írjátok meg! Nem akarunk spoilert, hogyha nem tudjátok, akkor írjátok meg, hogy szerintetek mi lesz benne. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok alatt egy lájkot, vagy kettőt. Hát, próbáljátok meg, és iratkozzatok fel a csatornára. És kövessetek minket Instagramon, és Facebookon is, Twitteren. És Twitteren, és Musical.ly-n, és mindenhol, ahol csak fent vagyunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és legyetek velünk jövő héten is. Sziasztok!